Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Április 1-én péntek este a Tatai Televízió napi híradóját látják. Maradjanak velünk ma este is! Európa legmodernebb szimulációs központja készül a Tatai laktanyában. Zajlanak a munkálatok a Kocsi utcai református templom tetőzetén. A megye legtehetségesebb hegesztői versenyeztek a Blátiban. A terveknek megfelelő ütemben zajlik hazánkban a honvédelmi és haderőfejlesztési program. Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter legutóbb Tatán tett látogatást. A Dandár területén most a garázssor és egy logisztikai raktárbázis épül, valamint közel 9000 négyzetméteren megújul a kupola épülete is. A 21. század feltételeinek felel majd meg a 6-os számú épület, de egy logisztikai raktárbázis is épül, valamint megújul a sokak által jól ismert kupola is a Magyar Honvédség 25. Klapka-György-lövészdandár területén. Március utolsó napján tett látogatást a Tatai laktanyában dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, aki személyesen is ellenőrizte a legalább 3 helyszínen zajló fejlesztést. A nagyszabású beruházásnak köszönhetően modern körülmények között dolgozhatnak tovább a helyi katonák. Egy olyan helyszínen vagyunk, amely pontosan bemutatja, hogy ez a honvédelmi haderőfejlesztési program egy laktanyában, egy infrastruktúrális elhelyezésben mit jelent. Hát ha végigjárunk itt a laktanyában, akkor lehet látni, hogy a laktanya minden területét, minden zegzugát megújítjuk, felújítjuk, újat alkotunk, és megteremtjük azt, amiről beszéltünk, hogy a Magyar Honvédség, egy erős Magyar Honvédségről akkor tudunk beszélni, ha ott korszerű modern technikai eszközök vannak, 21. századbeli technikai eszközök, ehhez olyan kiválóan felkészített katonák vannak, akik elkötelezettek, lojálisak hazájuk, nemzetük iránt, és olyan elhelyezési feltételeket biztosítunk, amely illik egy ilyen személyi állományhoz, és illik egy 21. századbeli technikai eszközökhöz is. Hát itt Tatán elkezdtük a különböző technikai eszközök elhelyezését szolgáló garázssorok megépítésével, és folytatjuk most a raktárbázis, a logisztikai raktárbázis kialakításával, amely mintegy 2000 négyzetméter, majd eljöttünk ide ebbe a kupolának nevezett nagyon is emblematikus helyszínre, hiszen itt rengeteg katona szolgált a korábbi években, és majd az önök által közvetített képek alapján biztosak vagyunk abban, hogy nagyon sokan fognak nosztalgiázni, hogy itt töltöttem valamikor a katonai szolgálatomat. Itt pedig egy 9000 négyzetméteres elhelyezésről beszélünk, amelynek a földszinti részén, ahol most vagyunk itt a kupola alatt, az tulajdonképpen egyrészt egy előadóterem, amely egy közösségi tér, és ugyanakkor mellette pedig épül 3 szimulációs központ, amely legkorszerűbb, legmodernebb szimulációs központja lesz itt Európának, és amely lehetőséget ad majd az új technikai eszközökre történő kiképzésnél, felkészítésnél, legyenek ezek majd a harckocsik, legyenek az önjáró lövegek, vagy éppenséggel azon technikai eszközök, amelyek itt rendszerbeállításra kerülnek. Tehát amikor mi arról beszélünk, hogy korszerű modern honvédséget építünk, akkor láthatjuk, hogy lassan, hogy érkeznek a technikai eszközök, úgy épülnek hozzá az elhelyezési feltételek, úgy teremtjük meg a raktározási feltételeket, és úgy alakítjuk ki az elhelyezési körülményeket is, hiszen az első épület, ahol voltunk, az kimondottan egy elhelyezési épület, ahol a katonáink majd mindennapjaikat töltik. Lehet látni, hogy akár az elhelyezési körülmények, az irodai munkahelyek, vagy a közösségi tér kialakítása, az valóban a legkorszerűbb, legmodernebb feltételeket fogják teremteni. Méltó elhelyezése lesz a itt szolgáltott teljesítő katonáknak. Megkezdtük valamikor egy sportcsarnok átadásával, és az 3 ütemben
történő beruházás végül majd a közműhálózat és úthálózat felújításával fog befejeződni, és akkor tudjuk azt mondani, hogy na itt elvégeztük azt a munkát, amire vállalkoztunk, és ez a laktanya ismét régi pompájába, de most már 21. századbeli elvárásoknak megfelelően üzemelhet és működhet majd a jövőben. Újabb beruházás van folyamatban a Tatai Református Egyházközségben, még korábban a templom belső és külső, majd a gyülekezeti terem és a hozzátartozó épületrész újult meg, a napokban már a templom tetőn dolgoznak a szakemberek. A műemlék épületet 1786 óta használja a közösség. Az új cserepek jó része már végleges helyére került, de van, ami még az udvaron várja a szakembereket. A református templom tetején a héjazat és a bádogozás cseréje folyik éppen. 2001-ben kezdődött az a nagyszabású folyamat, amelynek köszönhetően az egyházközség épületei és intézményei többségükben már megújultak. Akkor egy tetőszerkezet felújítás megújítással kezdődött. Volt belső felújítás, templompadcsere, toronysisakcsere, külső felújítás, és most, hogyha minden jól megy, akkor teljesen megszépül kívülről a templom. Viszonylag egyszerű dolog volt, mert hogy az elején volt egy statikai vizsgálat, és ahol megnézték, hogy a gerendázat rendben van-e, bármiféle statikai megerősítésre szükség van-e, és megállapították a statikusok, hogy a 2001-es munka az jó volt, és nincsen szükség semmilyen megerősítésre, gerenda cserére, egyébre. Úgyhogy igazából ez csak egy ilyen felszíni munka, tehát a létszezés cseréje, a cserepezés teljes cseréje és a bádogozásnak a javítása cseréje. A munkálatokhoz egyrészt pályázati forrásból sikerült fedezetet találni, de a közösség is jelentősen hozzájárult a beruházás sikeréhez. Volt egy pályázati forrás, ez egy 15 millió forintos összeg, ami a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül érkezett el a gyülekezethez. Ez úgy néz ki, hogy körülbelül a felét fogja lefedni a munkáknak, tehát az árajánlatunk az ilyen 28 millió és 100 ezer forint körül volt, még a törmelékelszállítás és a váratlan költségek nincsenek benne. Kiderült néhány alkalommal, amikor megpróbálták az ERESZ csatorna tartókat felrakni, hogy plusz létszezésre és egyébre szükség van, amit nem tudtunk előre számolni, úgyhogy úgy kalkulálunk, hogy körülbelül a felét fogja fedezni a pályázati összeg, és a másik felét pedig a gyülekezet adományai és forrásai fogják fedezni. A Tatai Református Egyházközségnek további tervei is vannak. A felújításokat hamarosan a szomszédos épülettel szeretnék folytatni. Most, hogyha itt körülnézünk a Kocsi utca 13-15, tehát a templomudvar két oldalán, akkor látjuk, hogy azért a tetők szépen megújultak. Most a Kocsi utca 13 az, ahol látjuk a hiányosságokat, így hogyha a szép tetőt nézzük és a kevésbé szépet, akkor látjuk, hogy ott azért komoly hiányosságaink vannak, mindenféleképpen szükség lesz ott is valamiféle javítási munkára. Természetesen ott is a legjobb megoldás az lenne, hogyha egy héjazat cserével tudnánk egy több évtizedes megoldást létrehozni, de alapvetően ez sem a messze távolban lesz szükséges, hanem ez is ilyen egy-két éven belül várható. Komárom-Esztergom megye 4 iskolájából neveztek diákok a Bláthy Otto szakközépiskola által meghirdetett hegesztő versenyre. A kihívást harmadik alkalommal hívta életre az intézmény, hogy a környék legtehetségesebb tanulói összemérhessék tudásukat. A fiatalok több feladatot is kaptak, amelyeket időre kellett teljesíteniük. A különböző évfolyamok szakmai felkészültségét teszi próbára már harmadik alkalommal a Bláthy Otto szakközépiskola, szakiskola és kollégium versenye. A megyei megmérettetésre Oroszlányból, Tatabányáról, Komáromból és Tatáról jelentkeztek diákok 9, 10 és 11-es osztályokból, iskolánként maximum 6 fő, akik más-más feladatokban szerették volna megmutatni, mit tudnak. A hegesztésre jöttem, végzős vagyok, 11-es. Tombahegesztésünk lesz PA helyzetbe. Az vezetett ide, hogy igazából ma akartam mutatni, hogy egy lány is képes arra, mint egy férfi. Szóval ez ilyen kihívás magamnak. A kezdeményezést az elmúlt években megszerették a diákok, és bár a Covid miatt ki kellett hagyni egy évet, az érdeklődés nem hagyott alább. Évelején szóltak, hogy ugye meg lesz tartva idén már a verseny, mert a Covid engedi, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy a iskolák külön felhívtak, hogy ugye lesz verseny. Kezd hagyományá válni, ugye tavaly nem tudtuk megrendezni, mert Covid válság volt, de hál' Isten most megtudjuk. Én szeretem is, hogy van ez a verseny. A gyerekeknek is adunk egy olyan lehetőséget, ami,
ami azért egy kicsi büszkeség, hogyha megnyeri ezt a versenyt. Első három lesz díjazva, és elég komoly díjak lesznek. Lesz egy sarokcsiszoló, egy digitális tolómérő, és természetesen automata fejpajzs. Az április 3-án tartandó országgyűlési választás és országos népszavazás zavartalan lebonyolítása érdekében a kormányablakok, így a tatai kormányablak is április 2-án és 3-án ügyeleti nyitvatartási időben fogadja az ügyfeleket, hogy biztosítsák számukra a választási jog gyakorlásához kapcsolódó ügyeik zökkenőmentes intézését. Ez szombaton 8-tól 18 óráig, vasárnap 7 és 19 óra között zajlik. A tatai hivatal tájékoztatása szerint az ügyeleti nyitvatartási időben az ügyfeleknek lehetőségük lesz érvényét vesztett, elvesztett, személy azonosításra alkalmas okmány, valamint lakcímkártya beszerzésére, pótlására. Úti okmányok kiállítására az ügyeleti napokon nincs mód, az intézhető ügyek köre kizárólag ezen esetekre korlátozódik. Folytatja új sorozatát a Tatai kanapét a Móri Zsigmond Városi Könyvtár. A következő programot április 20-án szerdán 18 órától tartják. A Magyari Zoltán Művelődési Ház színház termében a program műsorvezetője most is Turci István lesz. Vendége pedig Homor Zsófia tatai lovas, valamint Tarján Zsófia és Bencsik Kovács Zoltán a Honey Beast mini akusztik részéről. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ezt április 17-ig jelezhetik a könyvtár munkatársai felé. Péntek esti híreink következnek még egyszer egy-egy mondatban. Európa legmodernebb szimulációs központja készül a tatai laktanyában. Zajlanak a munkálatok a Kocsi utcai református templom tetőzetén. A megye legtehetségesebb hegesztői versenyeztek a Blátiban. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Április 1-én péntek este a Tatai Televízió napi híradója jelentkezett. Friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk Önöket. Én szép estét és kellemes hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra és egymásra is, viszontlátásra!